Mert inkább a nyakadat csavarnád. Eredetileg júniusban találkoztak volna Győrben a színjátszók, de az akkori árvíz miatt szeptemberre halasztották a kölyök komédiások fesztiválját. Éppen emiatt a korábbiaknál kevesebb csoport jött el, hiszen az iskolai csoportoknál a nyolcadikosok elballagtak, ráadásul a nyáron mindenki kevesebbet próbált. Aki viszont itt volt, jól érezte magát, a közönség pedig változatos előadásokat láthatott. Isten hozott a matulában! Nem sokára kezdődik a vacsora. Siessünk, Zsuzsanna, már biztos keres bennünk. Mert a kalmár keresi. Lányok, én már úgy izgulok. Végre megtudom, ki lesz a férjem ebben az évben. Nagyon szeretjük, mert ez nem egy verseny, itt nem lehet eljutni sehova. Itt az a cél, hogy a csapatok eljöjjenek, megmutassák, hogy mivel foglalkoznak, milyen darabot készítenek. Megnézzék egymást, és hogy a zsűri értékeljen inkább egyéni teljesítményeket. Kokas Éva azt mondja, azok a gyerekek, akik hétről hétre gyakorolnak valamelyik színjátszó csoportban, nem csak hogy jól érzik magukat, hanem évről évre magabiztosabbak lesznek az élet más területein is. Olyan kommunikációt ad a gyerekeknek, hogy azt gondolom, hogy jobban tudnak boldogulni az életben. Nagyon helyesek a színjátszó vezetőink, mert amikor elkezdődnek egy csoporttal, akkor közlik, hogy nem lesz produkció az év végére. Tehát nem az a cél, hogy most mindenképpen görcsösen és csak valami produkció legyen, hanem hogy valóban őket egy kicsit felszabadítani, hogy játszanak egymással. Idén egyébként Láziból az iskolások egy életképet adtak elő. A Lébényiek mesejátékkal készültek, a házigazda Arabon a Diák Színpad Arany János balladáit dolgozta fel. Mocsok esett letemen, ki kell a vérfoltot vennem? Gyilkos asszony, nincs mit szépíteni. Míg a pécsi színjátszók az Abigail című darabot vitték színre, utóbbi kapta a közönség díjat is. Jó iskola volt? A legjobb Pesten. És nevelőnőd is volt, jól értettük tegnap? Francia kisasszonyom 12 évig, Marcellek hívták. Hát nekünk nem volt. Nekem se. Pláne. De mi azért észrevennénk, ha valahol feleslegesen.